Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez az Ultra Plus a mikrofon mögött Nagy Jonatán Imre. Mai vendégünk pedig Csepregi Zsolt, Izrael szakértő. Üdvözlöm, köszönöm, hogy fogadja a hívásunkat. Jó napot kívánok! A mai témánk pedig Izrael, illetve Irán lesz. Irán fegyverkezik, ami azt jelenti, hogy Izrael elveszíteti az első megelőző csapás erejét, mondta a Bloombergnek Denis Ross, a Fehérház korábbi közel-keleti nagykövete. Ezt a Világgazdaság írta meg. Pontosan mit is jelent az, hogy első megelőző csapás ereje? Ugye a nukleáris elrettentés során az egyik legfontosabb kérdés az az, hogy végre tud-e hajtani egy adott állam az ellenségével szemben egy olyan csapást, amely kiiktatná a másik államnak, tehát az ellenségnek azt a képességét, hogy utána egy olyan retorziót hajtson végre, egy olyan bosszú csapást, ami mondjuk akár elpusztíthatná az adott államot. Mondjuk ezt lefordítva a gyakorlatban, ez azt jelenti, hogy mondjuk a hidegháború során a nukleáris elrettentés terén ugye azért volt a globális nagyhatalmak között, tehát a Szovjetunió és az Egyesült Államok között nukleáris paritás, mivel mindkét állam biztos lehetett benne, hogy még amennyiben egy támadást indítanának az ellenségükkel szemben, akkor a másik államnak bármilyen sikeres legyen is az a támadás a meglévő eszközökkel, mindenképpen lesz még olyan eszköze, amivel válaszcsapást tud mérni az ellenségre, ezzel tulajdonképpen mindkét fél elpusztulna egy nukleáris összecsapásba. Ugye Izrael esetében a kérdés az, hogy Izrael maga a nukleáris kétértelműség politikáját követi, ez azt jelenti, hogy se nem erősíti meg, se nem cáfolja az, hogy nukleáris fegyverekkel rendelkezne. A nemzetközi szakértők egyöntetű véleménye alapján Izrael rendelkezik ilyen eszközökkel, amelyeket a hidegháború alatt azért fejlesztett ki, hogy amennyiben az országot pusztulás fenyegetni, akkor legyen egy olyan végső eszköze, amivel ezt el tudja kerülni. Ugye abban a pillanatban viszont, hogy Irán nukleáris fegyverhez jutna, abban a pillanatban ez a fajta elrettentő erő az izraeli oldalon, ha nem is teljesen vesztené el a jelentőségét, de mindenképpen nagyon komolyan meggyengülne ennek a stratégiai csapásmérő képességnek az elrettentő ereje. És Izrael szempontjából és az első csapásmérés szempontjából itt van a fő kérdés, van-e arra ereje Izraelnek, hogy egy olyan csapást mérjen az iráni, akár nukleális, akár hagyományos ballisztikus rakéta indító állásokra, amivel el tudja tántorítani, vagy meg tudja teljesen akadályozni azt, hogy Irán hatékony támadást tudjon Izrael ellen védeni. És az izraeli döntéshozók, katonai elit véleménye szerint ez a lehetőség ablak csökkent. Tehát Irán egyre jobban fejleszti támadóképességeit, és egyre jobban fejleszti azokat a védelmi képességeket, amik ezeket a támadó eszközöket védik. Tehát amikor arról beszélünk, hogy Izrael elveszteni az első csapásmérő képességét, akkor itt valójában erről van szó, hogy meddig van meg az a lehetősége Izraelnek, hogy olyan csapást tudjon mérni ebben az esetben Iránra, ami meg tud akadályozni egy Izrael szembeni csapásmérést. És itt én kitágítanám a kérdést olyan szempontból, hogy persze ennek a nukleáris fenyegetés a legfontosabb oldala, de nem szabad elfelejteni, hogy Izrael egy nagyon kisméretű ország, Magyarország területének harmada, negyede, és nem szükséges ahhoz nukleáris robbanófej, hogy az országot teljesen meg lehessen bénítani. Elegendő egy nagyon nagy mennyiségű ballisztikus rakétával áttörni az izraeli rakétavédelmi rendszert. Tehát ilyen szempontból Izraelnek sokkal komplexebb a védelmi stratégiája, vagy sokkal komplexebb helyzetre kell felkészülnie, mint egy nagyobb területi államnak, amelyiknek azért van egy olyan stratégiai mélysége, ami el lehet osztani a különböző erőforrásokat, katonai eszközöket. Izraelnek nincsen meg ez a lehetősége, ezért nagyon-nagyon szenzitív arra, hogy képes legyen mondjuk akár egy első csapást mérni az ellenségeivel szemben, amennyiben fenyegetve érzi magát. Az elmúlt évek Izrael-Irán témáját, egy esetleges megelőző csapás témája tematizálta.
Ön szerint most jelenleg van esély egy izraeli megelőző csapásra? Ugye a megelőző csapással való, az erre irányuló izraeli kommunikációnak mindig az a lényege, hogy legyen lehetőség. Tehát abban a pillanatban az elrettentés nem létező fogalom, hogyha egyszer bárki azt mondhatná, hogy nem, ennek nincs meg a lehetősége. Tehát az izraeliek számára mindig fenntartják azt a lehetőséget, hogy ők egy megelőző csapást mérjenek. Ez nagyon szorosan kötődik az izraeli biztonságpercepcióhoz. Tehát Izrael állam nyilvánvalóan a zsidóság több ezer éves történelmi tapasztalatából eredően, és ugye legfőképpen a II. Világháborús a vészkorszakból eredő történelmi tapasztalatból, majd ezt követően a különböző arab-izraeli háború során tapasztaltakból, tehát hogy mindig lehet, illetve előbb-utóbb lesz is egy olyan ellenséges hatalom, amelyik az ország vagy a nép teljes megsemmisítésére tör. És akkor, hogyha megnézzük az izraeli oktatási rendszert, a tananyagot, azt, amit a katonák akár a sorkatonasság alatt tanulnak, vagy hallanak a történelemről, akkor egy egységes narratívában lehet látni azt, hogy igen, mindig megvolt az a birodalom, ország, amelyik ilyen hát abszolút szélsőséges megsemmisítési szándékkal közeledett, mondjuk iskola esetünkben a mai Izrael állam is hasonló gondolatok mentén fejleszti a stratégiáját. Na most, hogyha ebből indulunk ki, hogy az ország megsemmisítésére való szándék az bármikor meg lehet, az azt jelentette, hogy Izrael mindig is egy olyan katonai erőt tartott fenn, és tart fenn a mai napig, amelyik képes lesz megakadályozni egy ilyenfajta katonai támadást, és legfőképpen pedig megelőzni azt. Tehát Izrael legfontosabb célja elrettenteni, és ezért kommunikálják ezt a csapásmérési hajlandóságot, hogy senki meg se akarja próbálni egyáltalán az országot megtámadni, de ha ez nem történik meg, akkor fenntartani a képességeket, hogy a megelőző csapást megtegyék. És tehát az izraeli oldalon a szándék megvan, és amivel még ezt kiegészteném, hogy van egy olyan regionális környezet jelenleg, amiben az izraeli hajlandóság, hogy Irán ellen első csapást, megelőző csapást mérjenek, felértékelődött. Mivel, hogyha megnézzük, akár 2-3 évvel ezelőtt, amikor az Ábrahám megállapodások frissek voltak, és tényleg azt lehetett látni a Közel-Keleten, izraeli szempontból nézve legfőképpen, hogy egy blokkosodási folyamat zajlott, ahol Izrael szunita arab öbölmenti államok, az Egyesült Államok támogatásával egy akár védelmi célú szövetség partnerség kiépítésén munkálkodnak az iráni regionális ambíciók, agresszióval szemben. Na most abban a pillanatban, hogy kirobbant az orosz-ukrán háború, a különböző közel-keleti felek egy kiegyezési, enyhülési folyamatba kezdtek bele. Ezt láthatjuk Jementől kezdve Szírián át, Irakon át, és ugye a csúcsa ennek talán a sajtóban is leginkább ezt tárgyalják, ugye a kínai közvetítéssel megkötött szaudi-iráni kiegyezési megállapodás, ugye az elmúlt héten nyitották meg újra nagykövetségeket ezek az országok. Na most izraeli szempontból emiatt az látszódik, hogy ennek a kiegyezési folyamatnak lehet a másik oldalán egy izraeli elszigetelődés. Tehát emiatt is nagyon felértékelődik Izrael számára egy megelőző csapás indításának a lehetősége Iránnal szemben, mivel hogyha Irán úgy érzékeli, hogy igen, ez az idő, amikor minden regionális fél, Szaúd-Arábia, Törökország, más regionális nagyhatalmak kedvezően viszonyulnak Iránhoz, hogy akkor ez az a lehetőség, amit ki kell használni arra, hogy az urándúsítást nukleáris fegyver előállításához szükséges tisztaságra felerősíteni, felnövelni a rendelkezésükre álló uránnak a tisztaságát. Na most ezt Izrael mindenképpen meg fogja akadályozni, mert nem kíván egy nukleáris fegyverrel rendelkező ellenséget a közelében. Tehát emiatt maga az izraeli oldalon is a megelőző csapás nagyon fontos, de a regionális kontextus is abszolút abba az irányba mozdult el, hogy az izraeliek számára ezek a következő hónapok kritikusak, hogy fenntartsák az elrettentő erőt Iránnal szemben. Felmerül a kérdés, hogy
milyen következménye lehetnének egy ilyen támadásnak? 1973-ban a Jom Kippuri háború végén az arab államok lényegében ugye felemelték az olajárát, és egy ilyen gazdasági válságot idéztek elő az egész világon. Fennáll ez a szenárió, vagy milyen más következménye lehetnének egy esetleges ilyen megelőző csapásnak? Ugye Izrael már két állammal szemben hajtott végre megelőző csapást nukleáris programmal szemben, ugye Irakkal és Szíriával szemben. Ugye a különbség az volt, és hát ugye ebből a kettőből tanultak, ugye Irakban a híres oziraki reaktor volt az, amit az izraeliek lebombáztak, ugye ez még Saddam Hussein idejében. Ugye az volt a különbség, hogy mind Irak, mind Szíria egy-egy ilyen nukleáris üzemet tartott fenn. Ugye az irániak tanultak ebből, levitték a föld alá, a különböző komponenseit a nukleáris programnak széthelyezték az országban. Ugye maga a földrajzi adottsága Iránnak nagyon különböznek Szíriától vagy Iraktól, ugye Irak és Szíria relatíve sík terep. De Irán ez egy ugye a Zagrosz-hegység, egy nagyon, nagyon sokkal komplexebb domborzattal rendelkezik, mint a tőle nyugatabbra lévő arab államok, és emiatt sokkal jobb védelmi lehetőségekkel rendelkezik, mint Irak vagy Szíria tette. Tehát alapvetően egy teljesen más típusú katonai műveletről beszélünk, amikor összehasonlítanánk a korábban Izrael által végzett megelőző csapásokat, meg azt, amit el kéne végezni Iránban, amennyiben tényleg egy hatékony és hosszú távról nem beszélhetünk, de legalább középtávú késleltetéséről beszélnénk az iráni nukleáris programnak. Ugye azért mondom, hogy hosszú távúról nem beszélhetünk, hiszen itt évtizedes technológiákról van szó. Tehát ugye maga az atomfegyver az a második világháborúban került bevetésre először. Tehát itt nem valami hihetetlen, nyilván ez nagyon komplex folyamat előállítani egy atomfegyvert, de hát ez a tudás évtizedek óta az emberiség rendelkezésére áll. Itt tényleg azzal lehet csak meggátolni egy adott államot, hogy nukleáris fegyvert szerezzen, főleg, hogyha azt a nukleáris programot olyan stratégiailag építette ki, mint Irán, hogy a kulcsfontosságú üzemeket teljes mértékben megrongálni, elpusztítani. De mivel ezek hegyek mélyén vannak, erre Izraelnek, tehát ez egy nagyon-nagyon komplex, nagyon bonyolult és nagyon nagy erőket megmozgató katonai beavatkozás lenne. Mindezt elmondva hozzá kell tenni, azt gondolom, hogy én nem számolnék egy olyan reakcióval, mint amilyen mondjuk a Jom Kippuri háború után volt, és a kőolajárak felemelése. Nyilván a piaci mechanizmusok beáraznák az izraeli katonai csapást, és nyilván minden kőolajexportőr megpróbálná kihasználni ezt a lehetőséget arra, hogy drágában adja el a kőolaját, de az, hogy politikai eszközökkel megpróbálják Izraelt büntetni az arab államok azért, mert hogy kifejezetten az iráni nukleáris program akadályozását célzó katonai beavatkozást hajtott végre, ezt nem gondolom. Tehát az arab államoknak sem érdeke az, hogy Irán nukleáris fegyverre tegyen szert. És nem azért, amit gyakran lehet hallani, hogy nyilván ez a retorika része, hogy ha Irán atombombát szerezne, akkor azt bevetné. Az atombombának pont az a lényege, hogy ne kelljen bevetni, hanem annak a védő ernyője alatt, nyilván a védelmet nagyon átvitt értelemben használva, a védő ernyője alatt sokkal nagyobb mozgásszabadságot nyer az adott ország az egyéb katonai, politikai, diplomáciai műveleteihez, zsaroláshoz, kliensek, proxy erők, vagy akár a saját hadsereg bevetéséhez. Mert mindig ott lenne a fenyegetés, hogy mondjuk Irán bevet katonai egységeket, nagyon hipotetikus dolog mondjuk Jordániában, ez bárki meg akarja akadályozni, mindig ott lenne az atomfegyvernek a fenyegetése. Látjuk az orosz-ukrán háborúban, és hogy Oroszország nem betette be az atomfegyvert, mégis folyamatosan ott van, mint egy fenyegetés a háború alakulása és a nyugati, Ukrajnának nyújtott nyugati támogatás során. Mindig egy érv az, hogy na jó, de akkor mit fog tenni a Oroszország nukleáris fegyverével. Tehát én azt gondolom, hogy politikai válasz ilyen szempontból nem lenne hasonlítható a korábbi
bojkottokhoz, embargókhoz, kőolajjal kapcsolatos mahinációkhoz, de hát mindenképpen nagyon komolyan megemelkedne a kőolaj ára. És az utolsó szempont, amit ezzel kapcsolatban kiemelnék, hogy nem is feltétlenül az akaratlagos politikai reakciók a legsúlyosabbak egy izraeli megelőző csapás esetén, hanem az, hogy akkor, amikor a világ annyi konfliktustól terhelt, ugye, és főleg az orosz-ukrán háborúra gondolok, de nyilván megvan az amerikai-kínai ellentétek, nyilván számos más konfliktus, ez nem az a pillanat, amikor a világ szeretné, hogy Izrael egy katonai akciót hajtson végre az iráni nukleáris létesítményekkel szemben, és a Közel-Keleten is kialakulna egy konfliktuszóna. Mert hogy valószínűleg nem az arab államok lennének azok, amik a leginkább a retorziót megindítanák, hanem Iránnak a kliensei, proxiai, partnerei, szövetségesei Libanonban, Szíriában, Irakban, Jemenben, tehát inkább palesztin területeken. Tehát, hogy inkább ezzel kellene Izraelnek, meg a világnak is számolnia. Aztán más kérdés, ez egy nyitott kérdés, hogy ha tényleg oda kerülne a sor, hogy na akkor katonai, nyílt katonai konfliktus Izrael és Irán között, izraeli gépek, balisztikus rakéták bombázzák az iráni nukleáris létesítményeket, akkor mondjuk a Hezbollah tényleg belépne a konfliktusba, hogy azt mondaná, hogy eddig fenyegettük Izraelt, de mi most ebben nem fogunk részt venni, mert akkora a veszély. Tehát, hogy azért itt Irán szempontjából is nagyon komoly kalkulációkat kell végezni, hogy vajon meddig feszíthetik a húrt Izraellel, mert hogy mennyire megbízhatóak az ő partnereik a szomszédos vagy a térségben. Ugye Iránnak a lakosság az nagyjából 80 millió, míg Izrael lakosságának nagyjából a kicsivel több, mint a tizede. Egy megelőző csapás esetén, mint említette, hogy azért a proxik nem biztos, hogy beszélnek egy Irán mellett egy háborúban. Izraelnek lenne esélye legyőzni Iránt? Ugye ez a tízszeres lakossági szám, ez azért jelentős. Ugye Izrael pontosan tudja, hogy soha nem tud győzni. Tehát az izraeli katonai stratégiának az alapja az az, hogy a szomszédos államokkal, tehát egy háborút Izrael a hagyományos értelemben, ahogy beszélünk, történelm, Napóleon és a nagy klasszikusai a háborúvívásnak, Izrael nem tud háborút nyerni. Tehát annak, hogy akár az arab-izraeli háborúkra visszamenőleg, mert hogy ugye említette a jomkipuri háborút, ne felejtsük el, hogy Izrael nem vívott hagyományos háborút most már 50 éve a jomkipuri háború óta. Persze voltak katonai beavatkozások, meg háborúnak nevezett katonai beavatkozások Libanonban, voltak műveletek Cisjordániában, Gázai övezetben, de hagyományos háborút a jomkipuri háború óta Izrael nem vívott. Nem tudjuk, és maguk az izraeliek se tudják valójában, hogy hogyan vívnák meg a gyakorlatban a háborút, mi lenne a következménye. Nyilván vannak stratégiák, vannak műveleti tervek, vannak eszközök, minden van, de arra tapasztalatunk, hogy hogyan vívnák a háborút, nincs. És ugye megint csak visszautalnék arra, hogy az orosz-ukrán háború volt az, ahol nyilván gondoltak a szakértők sok mindent arról, hogy Oroszország hogy vívná a háborút, Ukrajna hogy vívná a háborút, majd eljött a háború, és hát nagyon kevés szakértő mondta volna azt, hogy itt fog tartani a háború most már közel másfél év után. Tehát, hogy nyilván az elképzelések, stratégiák azok nagyon fontosak, de nem adnak valódi információt arról, hogy mi is lesz a háborúnak a kimenetele. Tehát Izrael szempontjából a győzelemnek egy abszolút viszonylagos, korlátozott értelmezését kell használnunk. Ez azt jelenti, hogy eltántorítani attól az ellenséget, hogy Izrael megsemmisítésére vagy megszállására képes legyen, vagy erre akár bármilyen komoly műveletet indítson. Tehát Izrael nem próbálta meg elfoglalni Egyiptomot, nem volt erre esélye, de arra bőven volt esélye, mind a mai napig ezen áll Izrael elrettentő ereje, hogy azt tudja kommunikálni a többi államnak, hogy egyszerűen nem éri meg, nincs olyan költség-haszon számítás, ami alapján egy háború indítása Izraellel szemben racionális lenne. Na most Irán nem akarja megtámadni első körben Izraelt. Pontosan azért, mert a költség-haszonos számítás alapján Iránra hihetetlen pusztulás várna, miközben Izrael még akár megszállásával is mit érne el.
különösebben semmit. Újabb szankciók az USA-tól. Több szankciókat, meg azért mégiscsak, tehát Izrael egy közel 10 millió lakosságú ország. Ha belegondolunk abba, és érdemes a különböző narratívákat azért kritikusan szemlélni a Közel-Keleten is, tehát amikor mondjuk a Hezbollah elmondja azt, hogy ők nagyon készülnek Izraellel szemben, és majd bevonulnak Észak-Izraelbe, és felszabadítják ott az arab lakosságot, hát nagyon, most nyilván cinikusan mondom, hogy nagyon várja a szunita arab izraeli lakosság az, hogy a síta Hezbollah fegyveresei bevonuljanak és felszabadítsák őket. Tehát alapvetően egy olyan forgatókönyvből beszélünk, aminek semmilyen valóság alapja nincsen. Nyilván ez jó hangzik, ez jó a propagandában, de hogy a gyakorlatban nagyon máshogy folyna le egy konfliktus, mint ahogy esetleg azt nyilatkozatokból hallhatjuk. És Irán szempontjából is, tehát Izraelnek abszolút van esélye legyőzni Iránt, ha ezt úgy értjük, hogy eltántorítani attól a szándékától, hogy atomfegyverhez jusson, aminek a védőernyője alatt tovább tudna erősíteni a saját regionális befolyását és a klienseinek a mozgás szabadságát. És itt nagyon gyakorlatias dolgokról kell akkor beszélni, hogy Izraelnek milyen szempontok szerint van győzelmi esélye. Az első, hogy megvan-e a hírszerzési információja arról, hogy valójában hol vannak ezek az objektumok, amiket meg kellene semmisíteni, és milyen védelmi képességekkel rendelkeznek. És védelem lehet légelhárító rakéták, lehet maga a szikla, ami alá be vannak helyezve. Na most feltételezzük, hogy ezek az információi jó részt megvannak. Megvan-e az a fegyver eszközállomány, amivel ezeket el lehet-e pusztítani? Itt már kérdések merülnek fel. Megvannak-e azok a ballisztikus rakéták, azok a ilyen bunker robbantó rakéták, amik akár, itt az egy nagyon komoly, akár több száz méteres mélységekről is beszélhetünk a sziklák alatt, ahol ezek az objektumok lehetnek. Megvannak-e ezek a képességei Izraelnek? Megvan-e az útvonal, ahol átrepülhetnének szabadon, vagy pedig mondjuk a szíriai szíriai, iraki, szaudarábiai légvédelem esetleg reagálna egy izraeli akcióra? Tehát itt nagyon-nagyon komoly kérdések vannak, amik mind azt teszik fel, hogy vajon megvan-e Izraelnek az a képessége, hogy egy hatékony megelőző csapást mérjen. Valószínűleg megvan, de azt is láthatjuk, hogy Izrael évek óta folyamatosan fejleszt és próbál beszerezni, főleg az Egyesült Államoktól, olyan eszközökkel, amikkel még nagyobbá teheti az esélyét, vagy hát maximalizálhatja az esélyét, hogy hatékony csapást mérjen. Mert itt pont az a lényeg, hogy ha Izrael elszállja magát egy megelőző csapás indítására, akkor annak viszont olyan mértékben kell visszavetni az iráni nukleáris programot, hogy az megérje. És akkor viszont évekről beszélünk, mert annak semmi értelme, hogy mondjuk egy objektumot elpusztítanak, két héttel mondjuk kitolják az Iránnak a lehetőségét arra, hogy atomfegyvert szerezzen, de viszont minden ütőkártyájukat kijátszották. Tehát ezt Izrael valószínűleg egyszer teheti meg, és ha viszont megteszi, akkor annak nagyon hatékonynak kell lennie. Tehát itt nincs arról szó, hogy akkor majd két hetente Izrael támadást indít. Tehát egy ilyen komplex és nagyszabású akciót egyszer tud megtenni, és akkor viszont annak nagyon hatékonynak kell lennie. Az elmúlt évben azt láttuk, hogy az USA helyét szépen lassan átveszi a Közel-Keleten Kína, vagy lehet, hogy sokan ezt szeretnék látni, nem tudjuk, hogy mi a valóság pontosan. Mint már említette, ugye a Trump adminisztráció idején létrejött az Ábrahám egyezmény, ami ugye történelmi módon ültette asztalhoz Izraelt, illetve az arab államokat. Utána jött egy Joe Biden, akik hát inkább Tajvan és Ukrajna felé vetik vigyázó személyeket. Ha az USA ténylegesen engedte a Közel-Keletet, akkor az azt jelenti, hogy Izraelnek a léte az veszélyben van. Valójában tényleg elengedte az Egyesült Államok a Közel-Keletet? Az, hogy elengedte, az Egyesült Államoknak nyilván, mint globális szuperhatalomnak, ahogy ön is említette, nagyon sok, ugye Ukrajna, Tajvan kérdése, nagyon sok konfliktus zónára kell figyelnie. Ugye Ukrajna esetében ott van Oroszország, Tajvan esetében ott van Kína, amelyek bizonyos mércék szerint ugye az Egyesült Államoknak, ha nem is kihív, tehát mondjuk Oroszország nyilván nem az Egyesült Államok kihívója, de mondjuk nukleáris fegyverek szempontjából van egy paritás.
Kína másokkal inkább lehet az Egyesült Államoknak a kihívója. Ha megnézzük a Közel-Keletet, ott valójában nincsen az Egyesült Államoknak kihívója. Tehát az Egyesült Államok szempontjából logikus az, hogy rövid és középtávon nem szán olyan nagy erőforrásokat a közel-keleti regionális stabilitás fenntartására, mint mondjuk Ukrajnában vagy Tajvannál, ahol itt azért a teljes világrendnek az alakulásának a kérdése felmerül. Ez nem jelenti azt, hogy elengedte a Közel-Keletet, hanem inkább azt jelenti, hogy szeretné, hogy a közel-keleti partnerei vegyék át a regionális stabilitásnak a fenntartásának a feladatát, és ő pedig, tehát az Egyesült Államok pedig közvetve nyújt támogatást, fegyvert, politikai támogatást, bizonyos mértékű, nagyon speciális katonai jelenlétet, annak érdekében, hogy ezek a partnerei hatékonyak legyenek. Nyilván a közel-keleti országok szempontjából egy haszonmaximalizáló, költségminimalizáló politikának az lenne a lényege, hogy nem, minél többet tegyen be az Egyesült Államok a regionális stabilitás fenntartásába, hogy ők meg a saját erőforrásaikat meg tudják őrizni, belső stabilitás fenntartására, jólét fenntartására fordítsák. Tehát ez nyilván egy alkú folyamat. Tehát Izrael és az Egyesült Államok között is folyamatosan van egy alkú folyamat. Mennyit szán az Egyesült Államok Izrael létének a garantálására, és mennyit kell magának Izraelnek úgymond betenni a kalapba, hogy a saját biztonságát szavatolja. És ez egy folyamatosan alakuló ráta, ami nyilván a modern Izrael megalapítását követő évtizedekben eltolódott olyan irányba, hogy a GDP-jét tekintve egyre kisebb összeget kellett Izraelnek a saját biztonságára fordítania, szemben azzal a szegény, mezőgazdasági, pionír országgal, ami mondjuk az 50-es években volt Izrael, ma már egy high-tech, jóléti, gazdag ország, aminek emellett egy nagyon fejlett hadserege is van. De hogy nem kellett lemondani a jólétről, mert azért, hogy a biztonságát tudja szavatolni. Tehát az Egyesült Államok nem engedi el teljesen, de szeretné minimalizálni azokat a költségeket, amiket a közel-keletre kell fordítania. Hogy Kína mennyire tudja a szerepét, az Egyesült Államok szerepét betölteni, én azt gondolom, hogy nem tudja. Azért, mert az Egyesült Államok szerepe a közel-keleten nem legfőképpen gazdasági, hanem biztonsági. Tehát az Egyesült Államok biztonsági garanciákat tud adni, igazából a világ bármelyik pontján, ahol ő úgy gondolja, hogy az az érdekeinek, a világrend fennmaradásának az érdekét szolgálja. Kína erre nem képes. Na most lehet bármennyi pénzt, tőkét, technológiát, diplomáciai segítséget felajánlani, ha a végső adóászt, a biztonsági garanciát egy hatalom nem tudja nyújtani, akkor az valójában nem. Abban a térségben az nem egy klasszikus értelemben vett nagy hatalom. Az egy fontos külső partner, és Kína is egy fontos külső partner a Közel-Keleten, de mivel nem tud néhány nap alatt egy repülőgép anyahajó kontingenst oda vezényelni a térségben, ezért mindig is az Egyesült Államok, nem mindig is, de hogy rövid és középtávon nem tudja betölteni azt az űrt, amit az Egyesült Államok hagy maga után. És akkor itt kettő dologról beszélünk, az egyik az, hogy objektíve mekkora űrt hagyott maga után, mert hogy ezek a katonai eszközök az Egyesült Államok logisztikai képességeivel napokon belül visszahelyezhető a Közel-Keletre. Ott vannak az országok, hogy boldogan fogadnák be az amerikai katonai csapatokat, ha azok hajlandóak lennének ott a biztonságot garantálni. Tehát nincs ilyen problémája az Egyesült Államoknak. A kérdés az, hogy mi a percepció. Mert ha a percepció az, hogy az Egyesült Államoknak megvan a képessége, de nincs meg a hajlandósága, na akkor elkezdenek a regionális szereplők más alternatívákban gondolkodni, például enyhíteni a konfliktusokat a versenytársakkal, Irán, Szaúd-Arábia, annak érdekében, hogy ne is legyen szükség a hajlandóságát, legalábbis átmenetileg elvesztett Egyesült Államoknak a biztonsági garanciára, vagy ne legyen szükség a biztonsági garanciákra addig, ameddig az Egyesült Államok Tajvan és Ukrajna kérdésében le van kötve, és egyszerűen nincs ideje, energiája, politikai hajlandósága a Közel-Keleten olyan mértékben beavatkozni, mint tette azt a korábbi évtizedekben. Ez az Útrang Plusz volt, Csepregi Zsoltal, köszönjük, hogy fogadta a hívásunkat. Köszönöm szépen!